A Fidesz frakció szóvivője Tuzson Bence a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Változott valami azóta, hogy Rogán, ahogy Lázár János mondta, elment propaganda miniszternek és jött Kósa Lajos frakcióvezetőnek? Másképp működik a frakció? Most egy változásban vagyunk e tekintetben, hiszen új frakcióvezetője van Kósa Lajos személyében a Fidesznek, de az fontos, hogy tudni, hogy ugye ez a frakció ugyanazokból az emberekből áll, mint korábban, tehát a frakció működése az önmagában nem változik meg attól, hogy más lett a frakció vezető személye. Természetesen fontos, hogy kivezeti a frakciót, hiszen össze kell tartani ezt a 130 embert, aki a frakciót alkotja, és hát emellett nagyon sok feladat hárul egy frakcióvezetőre. Természetesen ezt Rogán Antal csinálta eddig, és hát most elsőjével vált, tehát Kósa Lajos. De azt gondolom, hogy lényegi változások a frakció működésében nem lesznek. Keményebb kezű frakcióvezetőnek kettejük közül? Én nem a keménység oldaláról közelíteném meg, ez egyrészt egy személyiség kérdése, és ki milyen módszerrel vezet egy csoportot, egy társaságot. Azt hiszem, hogy mind a ketten alkalmasak erre, hát Rogán Antal személyében láttuk már, Kósa Lajos sem mai gyerek a politikában, tehát pontosan ismeri azt, hogy hogyan kell működtetni egy frakciónak az életét. Ha már Rogán Antalról ejtettünk pár szót, tegnap Rogán Antal azt mondta, hogy a liberális frakció az Európai Unióban azon mesterkedik, hogy Magyarországot kizárassa az Európai Unióból. Azon túlmenőleg, hogy erre semmilyen frakciónak nincs lehetősége, mert Magyarországot és semmilyen Európai Uniós államot nem lehet kizárni az Európai Unióból. Ott ugye a szavazati jog felfüggesztéséről lehet maximálisan szó, de milyen információk alapján mondhatja ezt? Önök tudnak erről valamit? Rogán Antal milyen információk alapján mondta? Ki akarja záratni valaki Magyarországot? Nyilván tőle kell megkérdezni, de az biztos, hogy van egy olyan törekvés, ami e tekintetben a menekült politika, a bevándorlás politikai miatt Magyarországot megpróbálja valamilyen formában kiszorítani. Ha valaki azzal az állásponttal nem ért egyet, hogy engedjünk be mindenkit, hanem megpróbálja megvédeni Európa határait, azt szélsőségesnek bélyegezni és kiszorítani az európai döntéshozatali mechanizmusból. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem helyes, és azt gondoljuk, hogy Európában van annyi józanság, hogy ezt belássa. Ez nem egy vita alapjaink igazából, és nem egy kiszorítós, de ami itt most zajlik? Hát egy vita alapjának kellene lennie, tehát azt tudjuk mondani, hogy beszélgessünk erről a kérdésről, hogy milyen Európát szeretnénk, hogy egy erős nemzetekre épülő, erős szövetségben működő erős Európát szeretnénk, vagy pedig egy olyan Európát, amelyikben feloldódnak a magyarok, a németek, a lengyelek, a románok, ez két különböző álláspont, mi az első álláspont. A kritikusok pont azt mondják, hogy nem azon az állásponton vannak, mert az európai egység fellazításán mesterkedik a magyar kormány. Hát nem az európai egység fellazításán, mi azt mondjuk, hogy egy erős nemzetekre épülő, erős szövetségben működő, erős Európa legyen. Ez egy másik koncepció, mint az, hogy ne legyen nemzetekre épülő Európa. Orbán Viktor azt mondta az ENSZ közgyűlés előtti beszédében, hogy nem lehet célunk, hogy új európai életet nyújtsunk a menekültek számára. Senki számára? Itt arról van szó, hogy a bevándorlás kérdésében nem az az alapvető cél, hogy Európa belső problémáját bevándorlással oldjuk meg. Az egy másik kérdés, hogyha vannak menekültek, akik valahonnan közvetlenül veszélyből menekülnek, annak milyen módon nyújtson segítséget Európa, de abban is segítséget kell nyújtani, hogy oda visszatérjenek majd a konfliktus lezárulásával. Tehát nem arról van szó, hogy egy életet kell megteremteni Európában ezeknek az embereknek a számára, nem a hanem egy átmenetiben, hanem itt letelepedés ellen szólalt fel. Arról beszélünk, hogy itt nem lehet, vagy nem helyes, hogyha Európa a problémáit a bevándorlással próbálja megoldani, és itt telepíti le ezeket az embereket. A más vallású, más kultúrájú közösségre azt mondta korábban Orbán Viktor, hogy menjenek haza. Hát nem ezt Most pedig azt mondta az ENSZ közgyűlésben, hogy nekünk ezzel nincsen bajunk. Nem ezt mondta, tehát azt mondta e tekintetben, hogy ne jöjjenek azok az emberek, akik elindulnak, mert nem tudjuk számukra biztosítani egyáltalán, hogy azon az úton, amin végig mennek, biztonságban lesznek. Tehát a más vallásról és a más kultúráról beszéltem. Európa nem tudja garantálni. Európa ezt nem tudja garantálni, és nem tudja nyilván Magyarország sem garantálni. De az biztos, hogy nem szeretnénk azt, hogyha Európában párhuzamos társadalmak alakulnának ki. Önmagában azzal, hogy és Európában is, és Magyarországon is van muszlim közösség, tehát azzal semmi baja nincsen senkinek sem, nekünk sem, semmilyen oldalról, hogy itt egy ilyen közösség működik. Hasznos részei ezek az emberek a magyar társadalomnak, de az, hogy a társadalom szerkezete, összetétele ilyen szempontból megváltozzon, Magyarország összességében megváltozzon, azt nem szeretnénk. Tudom, ők a kebabosok, akik
hasznosak, ezt is Orbán Viktor mondotta. Nem vagyunk mi kis hitűek, hogy nem tudunk integrálni, nem tudunk befogadni egy a mi lélekszámunknál jóval kisebb közösséget, amelyik érkezne? Hát itt nem egy kevés emberről beszélünk az egyik oldalról, de másrészt gazdasági integrációról is szó van, hát az, hogy elbírja-e Európa, elbírja-e Magyarország ezt, és tényleg, hogy megváltozzon e tekintetben Európa Magyarország, hiszen azt is tudnunk kell, hogy itt milliók érkezhetnek meg. Tehát most néhány százezer ember érkezett meg az utóbbi időben, de azt is látjuk, hogy itt a világban legalább 30 millió ember van, aki potenciálisan bármikor megindulhat Európa felé, és hogyha mi olyan üzeneteket küldünk, hogy ide nyugodtan lehet jönni, mert Európának ilyen bevándorláspolitikája van, és meghívókat küldünk ezeknek az embereknek, akkor el is fognak indulni, és azt gondolom, hogy Európa ezt a kérdést nem fogja tudni kezelni. Ez nem az integráció kudarca, amit Orbán Viktor mondott a nagyköveti értekezleten, hogy történelmi adottság a Magyarországon együtt jön néhány százezer romával, és úgy fogalmazott, hogy ezt valakik valahol valamikor eldöntötték, amit mi megörököltünk. Hát ugye ők nem néhány százezer roma, hanem ők a magyar cigányság. Ők magyarok. Magyarok, természetesen magyarok, ők is azt gondolom, hogy magyarnak is érzik magukat. Ennek megfelelően hasznos tagjai a társadalomnak. Hát miért különböztetjük meg őket ilyen módon? Hát ugye mégis egy roma közösségről beszélünk, és a roma közösségnek megvannak a maga problémái, amit a többségi társadalomnak segíteni kell megoldani. Integrálni a munkaerőpiacra az emberek jelentős részét, és számos ilyen kérdésnek a megoldása egy fontos kérdés. Ez a kudarc mutatja azt, hogy gyengék vagyunk ebben az integrációs folyamatban? Hát, összességében Európában nézzük ezt az integrációs folyamatot, és nézzük a bevándorlás kérdését, és mondjuk Franciaországban, Németországban valóban van egy ilyen kudarc. Tehát Európa nem volt képes arra, hogy mondjuk az utóbbi 20-30 év bevándorlás politikáját valamilyen formában kezelje. Ez egy téves koncepcióban adódik. Mi azt gondoljuk európaiak, hogy a mi kultúránk, a mi civilizációnk az olyan erős integrációs képességgel rendelkezik, hogy aki bejön Európába, azokat rögtön integrálni fogja. Látjuk, hogy ez nem így van, léteznek más civilizációk is, aminek az összetartó képessége nagyon erős, akár erősebb is lehet, mint a mi civilizációs összetartó képességünk, és az ide beérkező emberek egy jelentős csoportja nem integrálódik az európai társadalomba. Ez egy problémát jelent, akár sajátos szubkultúrákat tudnak kialakítani ezek az emberek. Ez egy problémát jelent Európában, és hát nyilván erről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ha Európába nagyon sok embert közösségbe, tömegben engedünk beérkezni, akkor Európa meg fog változni, és tartósan megváltozik. Nem egy-két évről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy ami most eldől, az egy-két évre határozza meg Európa sorsát, hanem 10-20, akár 100 évre is meghatározza. Ezért nagyon jelentős az a politikai kérdés, amiről beszélünk ma. Azzal vádolják többek között a magyar kormányt, a szélső jobboldali retorikát és néha megoldásokat alkalmaz. És közben a Jobbik arról beszél itt Magyarországon, hogy a Fidesz elveszi előle a teret, mert hogy sorra megvalósít minden olyan elképzelést, amit a Jobbik terjesztett elő, vagy amiről a Jobbik beszélt az elmúlt hónapokban. Ez a frakciót nem zavarja, hogy lassan összemossák a Jobbikkal? Hát leginkább azért az különböztet meg minket a Jobbiktól és a szélső jobboldalról, hogy mi nem foglalkozunk azzal, amit ők mondanak, mert ők általában... Hát, csak ez a különbség, az nem általában, sok. Általában szavakban erősek, tettekben viszont gyengék. Hát önök vannak kormányon. Abban az esetben, amikor arról van szó, hogy bármilyen kérdésben a támogatásukra van szükség, szavazati támogatásukra, akkor az esetek jelentős részében nem támogatják. Hát most miért mondja, hogy a szörf toboroz a határa, kerítésépítőket, meg a Jobbik is. Tehát gyakorlatilag, mintha a két dolog ilyen módon összeérne, segítenek. A Jobbik az a Jobbik, a Fidesz meg a Fidesz. Tehát azért e tekintetben tegyünk rendet, azért vannak politikai pártok, politikai törekvések, politikai nyilatkozatok. Nekünk elég határozott elképzelésünk van e tekintetben. És az a legfontosabb elképzelésünk, hogy Európát ilyen formában, ha már erről a kérdésről beszélünk, meg kell védeni. És nagyon határozott jövőképünk van a tekintetben, hogy milyen irányba kell Európának és Magyarországnak mennie. Európa határait meg kell védeni. Tehát azt hiszem, hogy most már az európai politikusok is elindultak ebbe az irányba. Angela Merkelnek láttuk legutóbb a nyilatkozatát, aki arról beszélt, hogy a probléma megoldása európai határainál is van, tehát az európai határokat meg kell védeni. Ezt nem tudom, hogy valaha tagadta-e. A nyilatkozatainak a középpontjában általában nem ez szerepel, de most az egyik legfontosabb elemként ezt emelte ki. És valóban azt is látnunk kell, hogy ha a döntési szabadságot akarunk magunknak, európaiaknak, akkor ezt úgy tudjuk elérni, hogy meg tudjuk védeni határainkat, mert akkor tudjuk eldönteni azt, hogy ki az, aki bejöhet, és ki az, aki nem jöhet be Európába. Tudja, ki javasolta először a kerítést? Toroczkai László.
erre mondják azt a jobbikosok, hogy mi marad nekik így, ha mindent megcsinálnak. Bocsánat, az, hogy van egyfajta megszólalás egyetlen egy kérdésben, és utána ezt a kérdést végig kell vinni és meg kell valósítani, ez két különböző feladat, és az, hogy miről beszélünk kerítés és kerítés szintjén, ez is lehet különböző dolog. Egy biztos, hogy az a megoldás, ami összességében egy határzár kérdése volt, és ez nem csak egy kerítésről beszélünk, van egy jogi határzár, van mellé egy élőerős védelem, van egy műszaki létesítmény, ez egy komplex probléma, nem egy szó, hanem ez egy komplex probléma, és ezt a komplex problémát együttesen kell kezelni. Kezelni, mondom, mert magyar szinten mi kerítéssel kezelni fogjuk tudni ezt a kérdést, megoldani nem. Azt kimondható, hogy ma a Fidesz frakció számára talán az ideológiánál, az elveknél a praktikum a gyakorlat fontosabb. Tehát meg kell oldani problémákat, és aztán majd foglalkozunk azzal, hogy milyen ideológia mögötte? Hát azt hiszem, hogy ez a kérdés pont az, amiben erre rá tudok cáfolni, erre az állításra, hiszen azt kell látnunk, hogy egy elég világos képet adtunk a tekintetben, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, és ezt mondták el a magyar emberek is, hiszen a magyar embereket megkérdeztük arról, hogy mi a véleményük. Mennyien ebben mondták a kérdésben. De mennyien adtak a kormány számára pozitív választ, azt, amit most ugye több mint egy millióan, tehát több mint egy millió emberről beszélünk. És azért ez egy elég nagy szám. Ugye 1.300.000 körül volt a visszaküldött kérdőíveknek a száma, és ennek azért több mint 80%-a egyetértő volt a különböző kérdésekben, hát ugye több kérdés volt. Tehát több mint egy millió embernek a véleménye az, a politika, amit elkezdtünk követni, tehát az emberek eldöntöttek egy kérdést, és ezt a kérdést mi ennek megfelelően is szeretnénk kezelni. Világos az a jövőkép, ami e tekintetben Magyarországgal kapcsolatban ki kell, hogy rajzolódjon. Ez egy elvi kérdés is, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, és a politikát emellé kell rendelni. A praktikum fontos, mindig fönnállnak kérdések, ezekre a kérdésekre jó határozott válaszokat kell tudni adni a politikának, de soha nem szabad elfelejteni azt az általános célt, ami miatt elkezdtük ezt csinálni, és amiért a politikusok kell, hogy politizáljanak az, hogy milyen Magyarországot milyen. Na, akkor ebből a szempontból fontos lehet, amit a Magyar Nemzeti Jobboldali Lap ír, azzal, hogy egyre radikálisabb üzeneteket fogalmaz meg, a Fidesz rövid távon elszívhatja ugyan a rivális erről a levegőt, hosszabb távon viszont hozzájárul a Jobbik legitimizációjához. Hát ezt írta a Lap hétvégén. Ez nyilván egy vélemény, egy újságírói vélemény e tekintetben. Egy elemzői vélemény, de mindegy, igen. Vagy egy elemzői, egy újságírói vélemény, valaki minden esetre leírta ezt a mondatot. Egy vélemény. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy semmiképpen nem beszélhetünk arról, hogy bármilyen radikalizálódásról van szó. Tehát vannak éles helyzetek, éles kérdések, amire határozott választ kell adni, de nem szabad elfelejteni a jövőt, és a tekintetben, hogy ezt mit fog jelenteni, ezt nem napi politikai nyereség tekintetében kell figyelni, az, hogy ebből most szavazat lesz mondjuk most a napokban, nincs is választás, vagy támogatás lesz ugye a napokban, hanem abból a kérdésből kell megfigyelni, hogy ez jó-e Magyarországnak, vagy nem jó Magyarországnak. Na, látja, gondoltam, meggyőződésünk, fontosabb a gyakorlat kérdést. Meggyőződésünk az, hogy az a politika, amit ebben elkezdtünk ebben a határzár kérdésben, a bevándorlás kérdésében, az hosszú távon is jó lesz Magyarországban. Lázár János mondataival nem tudom, a frakció mennyire foglalkozik, hát a frakció tagjain azt tudom. Ugye azt mondta szemben Orbán Viktorral, aki most is arról beszélt, hogy Közép-Európa növekedési központja lesz Magyarország, hogy a gyors magyar növekedés kockán forog, és szükség lenne egy új gazdaságfejlesztési tervre. Ez Lázár János magánvéleménye, vagy mondjuk a frakció előtt van is egy ilyen? Mindig koncentrálni kell arra, hogy az az út, amit elkezdtünk, azon képesek vagyunk-e végigmenni, és hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés folyamatosan fenntartható legyen. Az a hosszú távú cél, hogy Magyarország egy ilyen központtá válhasson, az most is az egyik legfontosabb politikai célunk, és ha már visszautalok az előbbi megjegyzésére, nyilván ehhez a megfelelő eszközöket kell megteremteni, Lázár János is erre utalt, hogy az eszközrendszert azt általában fölül kell vizsgálni, mindig folyamatosan kell figyelni, hogy ez megfelele a külső gazdasági környezetnek, és ennek megfelelően kell változtatni. Tehát ebben a két oldalban akkor ne lássunk ellentmondást, amit Orbán Viktor mondott, és amit Lázár János. Célről és eszközről beszélünk. Köszönöm, hogy eljött hozzám ma reggel. Én is köszönöm szépen.